ki mi És akkor megpróbálom, hogy 10-6-od meg, 10-6-odat, 20-6-od. Péter fiam, mi lenne, ha segíteni egy kicsit? Hát azért egyedül... Jó, ha jövök be segíteni! Köszönöm, tehát akkor... Húzsak! Húzsa meddig, húzhatok! Én mondom, bírom, ez nem fog kijönni, ez olyan a pusztulat! Olyan nincs, olyan Isten nincs. Még egyszer. Szóval, ha a pockot meglőtted, utána már nyúzhatod! Péter fiam, segítenél végre! Jövök már, bírja, uram, jövök! Na. Köszönöm! Húzsa! Húzsa! Húzza meddig, húzhatod! Hát ez nem. Ennek vége van. Neked lesz véged, ha nem jön ki a lovat, te! Mi haszna? Még egyszer, de most... Tudod el! De most ezt a lovat itt elránthatjuk, most aztán már láthatod Péter fiam, mert te meg segíthetnél! Segítek már, no! De végre! Még egyszer akkor! Húzza! Húzza! Na most ne húzza! Na Béla uram, ennyire jutottunk! Hát a lova, a többi alkat része hol van? Benne maradt a mocsárban. Kászál, adj én csak a bíró úr, mert a végén még maga is elvár csüggedni ebben a mocsárban. Hát de Péter fiam, szerencsétlen lovamból ennyit volt pofán meghagyni nekem. Nem érteltek róla? Hát ki? Biztos én vezettem neki a mocsárba. Hát, maga ment oda. De még tiszta ró, tiszta izé lett az egész ruhát, tiszta mocsár. Miért az én lesztek a csizmán parazgatján, mi elnek? Tiszta büdö... Micsoda? Te beszélsz? Te beszélsz? Hát hogy nézel? Hát én hogy nézek? Én vagyok. Hát én hogy nézek? Na vagyadok én! Neked van kúszak, neked van ő igen nagy ember ám, úgyhogy nem is én fogok vele hadakozni, hanem igen, szólni fogok a zsandároknak, aztán majd beteszik a dutyiba, majd már adok én neked, majd hívom a zsandárok, zsandárok, hol vagytok? Ha én ezt a kalapot magammal viszem, igen, akkor bármennyi egyek is, ehet, igyak is, ihat is, murassak is, bármennyi adhat is. De ha én ezt a kalapot? Igen! Földhözvágok! Jaj, nehogy Isten! Na, igen? Na, komolyan! Hát akkor minden azonnal ki van fizetve. Ez egy ilyen csodálatos kalap, bíró uram. Ó, szóval értem már. Szóval ez egy varázskalap. Olyasmi volna, olyasmi volna. Korlátlan étel, itt a kalap. Úgy, ahogy mondja a bíró uram. Na hát akkor Péter fiam, mondd csak, ennyire adnád el öreg bíró bátyádnak ezt a... Hát, hogy leginkább sem ennyiért. Nem. Igen. A pénz ugye csak elfér. Hát az egyszer elfér. Vagy ugye akkor kalap se lesz. Hát akkor nem. Pénz se lesz. Az se? Hát akkor az a kután mi látok a készítettel a kocsmába? Az engem nem érdekel. Péter fiam, én meg akarom venni ezt a kalapot. Na szóval, panám, én nekem például nem kell félteni. Hát akkor... Tele vagyok pénzzel. Tessék. Akkor eladom. Nálam, hogy nem igaz. Tessék. Szóval, jó, akkor eladom annyira kalapot, amennyit a gyerekek kérnek érte. Se alá nyújtani nem kell, csak hideg vizet kell belőtteni, meg ezt a varázsmondókát kell hozzá elmondani, hogy azt mondja, hogy... Nehogy elmond neki, ellopja a düstünket. Ez olyan ostor úgy se jegyzi meg. Mi van? Mert nem is adjuk el. Nem is azt mondtam, hogy eladjuk, az üst nem eladó. Csak ellopja a düst. Mi az, hogy nem eladó? Mondanál én a varázsigét! Tőfőtegulyás! Tőfőtegulyás! Hideg víz és semmi más! Ebből lesz a fokhagymás burizonyás! Asztok! Forj, készen légy! Asztok! Essen beléd! Három légy! Egyik! Zöld! Másik! Kék! A harmadik! Öt! Keverék! Fogy, te gulyás! Fogy, te gulyás! Nem kell hozzá tűz és robogás, csak egy görbetuskó, más! Ennyi! Készen van, na! Na! Varázslat benne van! Hát egy kicsit nehéz, de lesz! Lesz nagy csodálkozás, ha haza viszem a kicsi fiam, majd meglátjátok, majd meglátjátok, olyat főzök, hogy lesz olyan csodálkozás! Csodálkozás az lesz!
nézz, kicsi fiam! Ide nézz, kicsi fiam! Mit hoztam én neked? Hajlottam, édesapám! Hát, hogy jöttem én is most már? Na, mit hoztam én neked? Egy üstöt. Kitagadlak. Hiszen még a gyerekek is tudják, hogy ez nem akármilyen üst, hanem... Se burgonya, se semmi. Csak hideghíz kell, meg egy varázsige, amit majd elmondunk szépen, és már is kész van a varázsujjár. Na, hozzám vele vizet, légy szíves kisfiam, meglátod, hogy mennyire jó kis varázsujjást fogunk csinálni. Ugyan mi lenne belőle? Nincs most még, mégis öltözünk, biztos fürödni akar kell. Nem akartam fürödni, mert a húsvétból fürödtem. Na mindjárt! Na ide figyelj, kisfiam! Úgy szólt a varázsige, azt mondta a Péter, hogy na most figyeljetek, ahol most olyat varázsolok, hogy... Azt mondta a Péter, hogy... Följ, följ! Másik irányba, mert összekeveredünk, hogy kapjuk. Azt mondta a Péter, hogy hogyan mondta? Följ, följ! Majd a kicsi fiam segít az olyan ötöt kívánni. Tehát úgy van a varázsige, hogy? Följ, följ, te gulyás! Ez lesz az? Mit készül a paprikás? Ez azt így! Nem vagy más, nem is sors, az én apám meg divinyós! Ez az! Á, itthon van hiába bujkán látnak, hogy ott vagy. Na ide figyelj, Péter fiam! De ide harmadszor is átvertél! Hogy volt pofád a falu első számú emberével szórakozni? Olyan pofont adok neked, hogy... Az én Péterem? Az én áldott jó hites uram? Az volt. Mint egy kalap tenyér, hogy mondtad? Hát, úristen! Hogyan tudnék én a bíróurnak azra? Hét az agy eszik, ugyan? Na most aztán már elég volt a csúfolódásból. Van én nekem hét az agy eszem, az igaz? Na ide figyelj! Hazavittem azt az üstöt! Elmondtam a varázsigét! Jól mondtam? Tettünk bele vizet! Nem! De nem működött! Az az üst, az nem! Nem mondtam! Üst az igenis, hogy főz! Akkor valamit rosszul csináltak! Én csináltam rosszul valamit! Ide figyeljetek, adjátok vissza a pénzt, aztán elfelejtetek. A tuskóra nem vettem. Mi vagyok? Tuska! A falu első számú emberére ilyet volna, olyan pofont adnak, nem igaz, mi vagyok? Tuskó! Már mindjárt, mert csak a pénznek az asszonya, várjál! Nem tuskó! Nincs tuskó, mert pofon lesz, mi vagy? Hát a tuskó! Hát azt nem vette meg a bíró úr. Hát ezért imádkoztam. Itt a kicsi fiam, Az én kicsi fiam. Na, mit hozott neked az édesapád? Egy normális sikor! Varázsik! Varázsik! Még a gyerekek is tudják, ez egy varázsik! Hiszen hazudik! Hazudik! Majd mindjárt kiderül, hogy hazudik-e vagy sem. Hazudik! Ez egy olyan sík, hogy aki ezt a sikot fújja, azzal szemben a legdühösebb, leggonoszabb, legagresszívebb ember is azonnal megszeridül és kezetvállányjá változik. Fogd ezt a sípot, majd szólok, hogyha fújnod kell, most pedig menjél ki a házunk elé, és hirdest ki a falu összes népének, hogy mindenki, aki csak él és mozog, az húzza ide gyorsan magát, mert beszédet fogok tartani. Mit? Én ezt ő fogom is! Na, hallottad, mit mondtam? Menjél ki a ház elé, és hirdest ki szépen, hogy mindenki, aki él és mozog, azonnal gyülekezzék ide a házunk elé. Mert beszédet mondom. Szólni fogok, ha fújnod kell a sipot. El ne aludjál nekem ott a szélén! Köszi,
hírét tétetik, hogy minden ember gyülekezzék a bíró úr háza elé. Na szóval, mit akarom? Áhá, gyülekezik a bíró úr. Kedves népem, jönnek a sorba. Nagyszerű. Na ide figyeljetek, emberek! Én, mint a falu első számú embere, azt találtam ki, hogy dolgozni fogtok nekem, ingyen és bérmentve, szombaton és vasárnap is. Aha, jó lesz? Nem, én ugyanem dolgozok magát. Nincsóba. Aki pedig a munkahelyet, az édes pihenést válaszza, hát természetesen jogában áll, de akkor 100-100 tallért fizet mindenki nekem. Ide fizet. Ti fizet. Ti fizettek nekem. Ide vele a zsebembe, ugyanis ez lesz a bíró saját zsebpénze.